Ez a híradó 8 órakor az M1-en Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Megerősítik a német-lengyel határ ellenőrzését az illegális migráció miatt, a német-osztrák határon pedig ismét meghosszabbítják az átkelők ideiglenesen visszaállított állandó ellenőrzését. Jelentette be a német belügyminiszter a Bildemzonták című labban. Horst fel azt mondta, a határőrizetért felelő szövetségi rendőrség nyolc új egységét vezényelték a Lengyelországgal közös határszakaszra a helyi egységek munkájának támogatására, és szükség esetén további erősítést is küldenek. Idén már több mint 6 ember lépett be illegálisan Németországba, Fehér Oroszországon és Lengyelországon keresztül. A magyar határon is folyamatos a migrációs nyomás. Szombaton több mint fél ezer és vasárnap is több száz migráns tartóztattak fel a magyar határt védő rendőrök és katonák. A tapasztalatok szerint az illegális bevándorlók nagyobb, nem ritkán 30-40 fős csoportokban próbálnak átszökni a déli határon. csak nem a duplájára nőtt itthon az új fertőzöttek és a járvány áldozatainak száma az előző héthez képest egyértelműen felfelé tart a járvány görbe, és egyre meredekebben. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a negyedik hullám erőssége szinte kizárólag attól függ, hogy mekkora egy országban vagy régióban az átoltottság, főként az oltatlanok élete van veszélyben. Szakemberek szerint Magyarországon még mindig jobbak a járványadatok, mint a környező országokban, és az egy évvel ezelőtti itthoni helyzethez képest is Köszönhető annak, hogy itthon hamarabb kezdték meg az oltást, és a harmadik oltások terén is élen jár Magyarország. Fejenként több mint 100 ezer forint jutalmat kapnak a járvány alatt végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a katonák és a honvédség civil dolgozói. A rendkívüli juttatásról a Honvédelmi Miniszter döntött. Ez az évvégi utalom nem érinti az úgynevezett fegyverpénz kifizetését. A hat havi illetménynek megfelelő összeget jövő év elején kapják meg a hivatásos rendvédelmi dolgozók. Orbán Viktor erőt mutatott, százezrek vettek részt a békemeneten, így értékelték az elemzők. Még a kormánykritikus médiumok is azt írták, hogy több százezren vonultak szombaton a fővárosban. A békemenet résztvevői a műegyetem előtt az 56-os tüntetések kiinduló helyszínén találkoztak, majd az Asztórián és a Kiskörúton vonultak a központi ünnepségre, tehát érintették a 2006-os összecsapások helyszínét is. A hatalmas tömeg miatt a vártnál előbb elindították a békemenetet. A szabadság híd néhány perc alatt megtelt. A menet elején már a Calvin térnél volt, amikor a vége még a műegyetem rakpartról sem indult meg. A békemenet elején az emberek a soha többé feliratú molinum mögött vonultak, és top gyurcsány feliratú táblákat tartottak a magasba. A szervezők az indulás előtt arról beszéltek, az idei békemenet egyik üzenete, hogy Magyarország megvédi függetlenségét és szuverenitását. A másik üzenet pedig, hát nyilvánvalóan a jelenlegi, hogy úgy mondjam, ellenzéknek szól, hiszen senki nem akar, aki itt van, se bolsevizmus, se kommunizmus, sem nácizmus. Arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor mi, magyarok, megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, kik is vagyunk valójában. Vannak pillanatok, amikor egy egész nemzetről derül ki, hogy mit ér, mondta Orbán Viktor az Andrási út és a Bajcsi Zsilinszki út sarkán összegyűlt több százezres tömeg előtt. A kormányfő ünnepi beszédében úgy fogalmazott, október 23-án a döntő pillanatban a szabadság, a függetlenség és a magyar hazafiak előtt megremegtek a kommunizmus tartó pillérei. Hozzátette. Ezzel a Magyarországgal húzott újat ismét 2006-ban a kommunisták új nemzedéke, amikor az Andrási út és a Bajcsi Zsilinszki út sarkán újra farkas szemet nézett egymással a múlt és a jelen. Ezen a helyen, ahol most állunk, 15 évvel ezelőtt erőszak, vér és könny lepte el a Pesti utcákat. Történt mindez az 56-os forradalom 50. évfordulóján a világ szeme láttára. Lassan mondom, hogy mindenki megértse, soha nem fogjuk elfelejteni nekik. sok százezren vettek részt a békemeneten. A tömeg eleje már megérkezett az Erzsébet térhez, amikor a vége még éppen elindult a Szent Gellért térről. Három kilométer hosszan hömpölygött a tömeg, írta az Origó. Azt, hogy több százezer ember vehetett részt a békemeneten, még a kormányjal kritikus oldalakon is lehetett olvasni. A külhoni magyarok mellett lengyelek, olaszok is részt vettek a több százezres békemeneten, ahol méltóság teljesen vonult a nemzeti oldal. Ezt mondta a békemenetet szervező civil összefogás fórum szóvivője az m Lomnici Zoltán hozzátette, amíg ez a szabadságszerető közösség lélegzik és többségben van, addig senkinek nincs joga megmondani, hogy ki hogyan ünnepelje október 23-át, hogyan emlékezzen vissza a 2006-os eseményekre, vagy milyen legyen a magyar politika iránya. Azért a víz az úr, tehát egyértelmű, hogy végső soron a magyarok többsége fogja jövő áprilisban vélhetőleg elmondani a véleményét arról, hogy kit szeretne tovább Orbán Viktort, a nemzeti kormányt, vagy pedig ezt az ez átláthatatlan, kaotikus baloldali összefogást kívánja támogatni. Mindeközben még a kormánypártokkal kritikus sajtó nagy része is keveselte a baloldali ünnepségen megjelent szimpatizánsok számát. Azért itt is lehet találni kivételt. Van olyan internetes oldal, amely az Andrási úton is óriási tömeget látott, sőt a felszólalók is úgy érezték, hogy sokan vannak. Óriási tömeg gyűlt össze az ellenzéki megemlékezésen. A baloldali nyugati fény így reklámozta az ellenzéki tüntetést szombat délután. A portál már az első bekezdésben azt állította, hogy egészen a Kodály köröndig állt a tömeg. A Kodály köröndig ír a tömeg az ellenzéki megemlékezésen. Ezt a címet adta összefoglalójának a szintén baloldali mérce is. And the 10 perccel a kezdés előtt a helyszínen, az András út és a Dósa György út sarkán felállított színpad előtt még nem volt érzékelhető a hatalmas tömeg. Egészen elképesztő komolyan, hogy, hogy, hogy mennyien vagytok itt. A műsorvezető mégis ezzel a fordulattal nyitott. Nem sokkal később pedig Fekete Győr András a baloldali előválasztáson rosszul szereplő, ezért pártjában megbukott momentumos politikus is azt állította, hogy a Kodály köröndig állnak az emberek. Arra kértek engem, hogy mondjam be, hogy megtelt a előttünk lévő tér, a Kodály köröndig áll a tömeg. A Kodály körönd így nézett ki a rendezvény alatt. A drón képeken látszik, hogy az emberek nemhogy a Kodály köröndig, de még a következő kereszteződésig sem töltötték meg az Andrási utat. Hú, de sokan vagyunk! A színpadról ennek ellenére a baloldali előválasztást önként feladó karácsonygerge is tömeget látott. A látványos ferdítést azonban a baloldali portálok percről percre megjelenő tudósításai szinte azonnal leleplezték. Az ellenzéki demonstráción egyelőre semmi sem utal a kezdésre, csak a párt zászlós embereket irányították a tömeg szélére. A tömegszót idézőjelbetéve ezt írta a HVG. Minek kamuzni arról, amiről a saját szemükkel is láthatják az emberek, hogy nem igaz? Ezt pedig a balliberális 444.hu jegyezte meg a baloldali politikusok által emlegetett nem létező tömegről. Fidesz összefogás, K.O. Ezt már Dévényi István, baloldali publicista írta a közösségi oldalon. A gyér részvételt a liberális hírportálok mellett az ellenzéki pártokkal szimpatizáló véleményvezérek közül is többen elismerték. És akkor most ismertetjük, hogy kik jelentek meg az ellenzéki tüntetésen, név szerint. Hont András publicista például ezzel a megjegyzéssel élcelődött. Azt írta, idézzük, Fegyőr most mondta be a színpadról, hogy a Kodály köröndig áll a tömeg. Jelzem, még a Bajza utcánál sem vagyok, de ha kell, lemegyek a köröndig, egyedül átsorogni. Kiválóbb lehetőség erre nem lesz, mint az október 23-i közös ünneplés. Pedig Márkizaj Péter már napok óta minden fórumon próbálta buzdítani szavazóit a részvételre. És nem csak ő, a jobbikos Tummer János saját oldalán reklámozta, hogy a tüntetésre vidékről induló ingyenes buszokon van még hely. Az origó információi szerint hirdetésre a közösségi oldalon is több millió forintot költöttek, hiába. A portál megjegyzi, a baloldal rendezvényén kínosan kevés ember volt, a több százezres békemenettel szemben alig néhány ezren lézengtek. Nagy siker a 2006-os eseményeket bemutató politikai krimi, szinte minden közönség találkozó teltházas, és a mozikban is hatalmas az érdeklődés, erről a film beszélt az m nek Közben Kálomista Gábor elmondta, többen például egy ismert baloldalhoz köthető filmes arra buzdítja az embereket, hogy interneten foglaljanak jegyet a vetítésekre, de végül ne fizessék ki és ne menjenek el. Ezzel ugyanis el lehet venni a helyet azoktól, akik valóban szeretnék megnézni a filmet. Kálomista Gábor producer szerint ez bűncselekmény lehet. Közeledik a kötelező felelősség biztosítási kampány. Még mindig van csak nem egy millió jármű, köztük bő fél millió autó, amelynek a tulajdonosa az év végén válthat biztosítót. Nekik december 1 lehet felmondani a jelenlegi szerződést, és 31-ig kell kiválasztani az újat. 13 cég november másodikáig hirdeti ki az ajánlatát. Nagyjából százezren várhatnak biztosítót idén is. Heves vihar csapott le Kalifornia északi részére, ahol nemrég még súlyos erdőtüzek pusztítottak. A leégett területeken a víz gyorsabban elfolyik, így ott különösen nagy a villámárvizek veszélye. A nagy mennyiségű csapadék a talajt is alámosta, a földcsuszamlások miatt több út járhatatlan az óránkénti 100 kilométert megközelítő széllökések pedig fákat döntöttek ki, és leszaggatták az elektromos vezetékeket. Több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül.